Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, visszatértünk, és hát most a második része lesz a játékunk elemzésének. Ugye az előző részben megtudtuk, hogy milyen típusú játékkal játszunk, és hogy úgy nagyjából érdekességek, hogy hogyan is épül fel a játékunk. Ez az országok, az emberi erőforrások, a gyártások, és a többi. Na most ugye az előző részben nem nagyon volt vizualizáció, ezért engedjétek meg, hogy én most a játékon belül a térképen tudjak nektek magyarázni. Ez is a cím, melyvel a mai nap mi a játékon belül a térképpel és a térkép módokkal és az innen gyűjthető információkkal fogunk foglalkozni. Na most ennek én úgy gondoltam, és itt most töprengetem egy kicsit, de a legjobb módja Oroszország, vagyis hát inkább a Szovjetunió. Ennek demonstrálása véget, én most úgy döntöttem, hogy majd elfoglaltuk Afganisztánt, tehát alapvetően a játék 1936. január 1-én az alap vanilla módba, ugye a Szovjetunió nem rendelkezik Afganisztánnal, erre még visszatérünk. Na de, amikor beléptek a játékba, és ezt mondom minden kedves kezdő játékosnak, de akár tapasztaltabbakért is, ugye mindig ezzel a térképpel találkozunk először. Ez egy teljesen random politikai térkép. De ugye, mivel mi itt a térképek között azért tudunk játszogatni, így aztán ez a default map mód. Na, ez ugye egyben nekünk nemhogy csak egy politikai, de egy katonai map mód is, és ezt mindjárt mutatom, ez nekünk mit jelent. Ezen a térképen alapvetően látjuk az összes városunk elhelyezkedését, ha nagyban nézzük az összes országot, látjuk a tengereket, az országokat, a szárazföldeket, látunk rajta mindent, nagyjából színek szerint el tudjuk határolni, hogy éppen melyik országgal nézünk farkasszemet. Látjuk rajta az egységeinket, és ezen tudunk hát a szárazföldi egységekkel is operálni. Amint én belekattintanék ebbe, megváltozik a térkép mód, tehát ezekre azért nagyon tudunk majd figyelni. Látjuk nem csak az országokat, de látjuk a kisebb régiókat. Nézzétek meg, megint rossz helyre kattintottam, ide kattintunk. Így van, itt most Briansk megyét látjuk, és annak látjuk a határozott körvonalait. Tehát innen már tudjuk, hogy Briansk megye ezekből hát az ilyen kis területi egységekből áll, ez a megye, provincia, nem tudom, hogy nevezzem ebbe a játékba, úgyhogy innentől kezdve provinciának fogom hívni, mert majd van egy régió fogalmunk, és a régió fogalom majd a légierőnél, a léginézetnél lesz fontos, úgyhogy ez most még egyelőre provincia néven fog futni. Na már most ahhoz, hogy mi elfoglaljuk az ellenség adott provinciáját, mint például most megtámadnánk Lettországot, és el szeretném foglalni tőle ezt a provinciát, akkor nekem nagyjából az összes, sőt, nem nagyjából, hanem az összes kis területi egységgel rendelkeznem kell, és akkor enyém a provincia. Na ez akkor lesz érdekes, mikor kialakítasz békéket. És a békékbe ugye ezekre a területi egységekre lehet igényt tartani, igényt formálni, és ezek lesznek lecsapva és véglegesítve egy-egy békekötés során. Na most az addig jó, hogy nekünk itt van ez a területi egységünk. Itt tudnunk kell a területi egységünkről még több dolgot fölmutatni, leolvasni. Most ahogy látjátok, ahogy én belekattintok, itt felugrik egy terület, ez a Briansk terület, és itt láthatjuk a tulajdonost, láthatjuk, hogy kinek van rá követelése, nagyon fontos a játékban a követelés, ugyanis, hogyha valaki másnak van rá követelés és megszerzi ezt a területet, ugye akkor az automatikusan core provinciának fog számítani az ellenfélnél, tehát onnan szabadon tud emberi erőforráshoz és nyersanyaghoz jutni. Jó, tehát ezért fontos az, hogy valami kor vagy nem kor provincia. Ez itt most maximálisan szovjet kor provincia, teljes törzs provincia. Alapvetően látjuk, hogy itt él 1,7 millió ember, és itt láthatjuk, hogy itt amúgy 25 férőhely van, és abból 4 van feloldva, és 4-be most éppen nincs is, ha jól nézem. Igen, mind a 4-ből nincs egyetlen egy építési hely sem betöltve. Tehát ez a területünk nem termel. Ebben a pillanatban nem termel. Most fogjuk magunkat, és keresünk egy olyan területet, ahol igenis vannak termelők, de az lesz az a legegyszerűbb, hogyha Moszkvát mutatom meg nektek.
Ez itt Moszkva. Ugye itt 12 building slot van föloldva, ebből ugye láthatjuk, hogy 3 van civil gyáron, 2 semmin, és a maradék 7 az ugye katonai gyártáson van. Ez itt a legegyszerűbb itt leolvasni. Azt azért itt még látjuk, hogy itt vannak a területeknek egyéb épületei is, mint például infrastruktúra és úthálózat. Vannak légibázisok, ez itt Moszkvában például ki van maxolva, 10/10-es szintű. Itt van légierő, vagy légvédelem, bocsánat, radar és railways, tehát hogy ebben a provinciában milyen szintűek a vasúthálózatok. Mindegyiknek van külön fontos szerepe azzal kapcsolatban, hogy éppen hanyas szinten van, itt láthatjátok a játékon belül elérhető maximális szinteket. Ugye, ha infrastruktúrát fejlesztünk, akkor igazából azt fejlesztjük, hogy ebben a régióban annál gyorsabb lesz az építkezésünk, tehát ez ezért fontos. A légierővel az ebben a régióban elhelyezhető, adott légibázisban állomásoztatható repülőgépek és kiszolgáló személyzet nagyságát, mennyiségét határozza meg a szint. Itt az NTR, tehát a légvédelem, az ugye az adott régióban végbe menő légi hadviselés tevékenységeinek ad pozitív vagy negatív elmozdulásokat. Attól függően, hogy támadó vagy védekező vagy. A radar az ugyanez, mondjuk ott már azért kicsit mással is kiegészül, valamint itt van a Railways, az meg majd a Supply Map módba fog nagyon fontos lenni nekünk. Azért itt már látjuk is, hogy itt hirtelen 8,34 millió ember él, hát lényegesen nagyobb, mint az előző régióhoz, valamint itt még látjuk, hogy itt nagyon fontos, ebben a régióban nekünk itt van 35 darab vas. Tehát ez nagyon fontos, itt 35 darab vas van. Viszont ezt mi tudjuk növelni, ahogy láthatjátok is, infrastruktúrával vagy supply route-szal, mint tudom növelni az adott régióban a nyersanyag kitermelését, és ez független attól, hogy ez most vas vagy alumínium, a nyersanyag kitermelését tudom növelni különböző fejlesztésekkel, lásd ugye az infrastruktúrával, vagy lásd a railways-szel. Ugye azt láthatjuk, hogy ebben a provinciában egy darab supply hub van. Na most ennek is majd utána fogunk járni egy kicsit, és ezért is elnézést kérek, hogy ez egy kicsit hosszabb videó lesz, mert az a supply map mód baromi érdekes, és arról nagyon sokat fogunk tudni beszélni. Valamint azt láthatjuk, hogy Landfort. És ez ugye nem csak provinciára van meghatározva, hanem amit itt látunk, ez a kettő kicsike, ez a kis területi részegységre vonatkozik, nem pedig az adott provinciára. Tehát, hogyha én itt 10 landfortot csinálok, akkor az csak is erre az úgynevezett terrainre fog menni, nem pedig az egész régióra, hanem megyére. Jó? És ugye a supply hub is pontosan így működik. Na, azt azért még itt láthatjuk, hogy látjátok itt ezt a művészi fotót, ez itt most forest. Na, erről is mindjárt fogunk beszélni, valamint az, hogy ide tudunk ledobni erre a területi egységre atombombát. Ezek is majd később nagyon hasznos információk lesznek. Ugye azt láthatjuk, hogy Smolensk területén itt már plains van, tehát azért itt is már változnak a dolgok. Na de, menjünk is a következő térkép nézetünkre. Az következő térkép nézetünk az alapvetően a hadiflotta térkép nézete, a tengerek térkép nézete. Ez ugye nagyon fontos nekünk abból a szempontból, hogy lássuk, egy, hol vannak a kikötőink. A kikötők azok termelési egységek, ellátási útvonalok, állomási egységek, és hát a reparation az a javítási karbantartási egységeknek minősül, tehát a hadiflotta innen fut ki, és ide fut vissza, amikor neki ellátás és javítás kell. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket mindig, minden esetben tartsuk kézben, legalábbis, hogyha van ilyen affinitásunk erre vonatkozóan, mert például, ha megnézitek, Anglia az nagyon gyönyörű szépen gyakorlatilag körbe vette magát kikötőkkel, és ebben vannak fontosabb kikötők, kikötői bázisok. Ugye nekünk itt a legfontosabb itt Murmansknál, van egy Szentpéterváron, és gondolom Szevasztopol itt Európában másik nagyon fontos. Így van, ezek kifejezetten nagy hadi tengerészeti támaszpontoknak számítanak, ezért ezeket mindenféleképpen őriznünk kell.
A távol-keleten ugye, hogyha már az oroszoknál vagyunk, akkor itt van nekünk Vlagyivosztok, és hát nagyjából ennyi, az oroszok nem túl bizakodóak itt a tengeri hadviseléssel kapcsolatban. Na viszont ez nagy kicsit hasonlóan működik majd, mint a légierőknél. Ugye itt van nekünk egy egy tengerünk. Ha látjátok, most ez a Barents Sea, de beszéljünk egy kicsit konkrétabbról a felső balti tenger, jó? Legyen inkább ez, ezt kiválasztottam. Annyi a lényeg, hogy ha én ide jövök, ez itt ki ugyanúgy, mint a szárazföldinél, van egy régiónk, van egy provinciánk, ha úgy tetszik, de itt azért már nagyon sok minden összeadódik. Itt azt kell látnunk, hogy itt láthatjuk a szövetséges, az ellenfél túlerejét, igen, hogy a szövetségesek és az ellenségek mennyi közbeavatkozással vannak jelen ezen a területen, és hogy nagyon fontos a légierő. A légierő lesz az első olyan és egyetlen olyan egység eszköz a kezünkben, amelyek mind a három tényezőben szerepet játszanak, a szárazföldön, a vizen és a levegőben, jó? Ez nagyon fontos ezt megtudni. És az, hogy mi mondjuk megszerezzük ezt a felső balti tengeri provinciának a kontrollját, mondjuk a háború ideje alatt, mind légi és mind tengeri fölénnyel, akkor az azt jelenti nekünk, hogy ezen az útvonalon a szállítmányozásunk és az egységeink mozgatása az tökéletesen biztosítva van. Ha ez nem történik meg, akkor ezeken az útvonalakon, hogyha én itt nem most csak a konvojom, ami mondjuk, hol látom ezt, az egészet mondjuk, igen, gumit szállít Szumátráról nekem Szentpétervárra, akkor ezt bárhol megtámadhatják ezen a szakaszon. Ezért erre nagyon oda kell figyelni, hogy bármikor leszedhetik a konvoj. Tehát a konvojoknak is van egy amortizációja, valamint ezekkel töltjük fel a hajó úton a supply hubokat. Tehát ez is nagyon fontos. Valamint azt még látni kell, hogyha én itt mozgatni szeretném az egységeimet vízi úton, mert mondjuk én innen meg akarom támadni Stockholmot, és használom a vízi utat, kikerülve minden szárazföldi akadályt, akkor ezen az útvonalon könnyen megtámadhatják az egységeimet, visszafordulásra kényszeríthetik, elkaphatják, tehát vagy megsemmisíthetik az egységeket, tehát azért itt vannak tényezők, amiket azért észben kell tartanunk. Valamint, hogyha ide lejövünk, ide supply transfer, ez azért is érdekes, mert ha majd észreveszitek, hogy Afrikában és Dél-Amerikában nincsenek teljesen összekötve a supply hubok, tehát az utánpótlási raktárak nincsenek teljesen összekötve egymással, vasúton, és nagyon fontos lesz a tengeri szállítmányozása, a tengeri utánpótlása ezeknek a részeknek, ugyanezt tudom elmondani a távol-keletre. És ugye itt látunk értékeket, hogy 1,82, 1,96, 2,12, ezek most azért érdekesek, mert ez mind növelhető. Növelhető különböző módszerekkel. Nem tudom, hogy ebben most mennyire menjünk bele, de így tudjuk növelni ezeket supply hubokkal, még supply hub kiépítésével, még vasúthálózat fejlesztéssel Moszkva és az adott tengeri kikötők között, ez nagyon fontos, mert hogyha Moszkva és az adott tengeri kikötők között megnő ez, akkor több hajóval tudjuk elvinni, ha meg tudom növelni magát, mert itt láthatjátok ennek, hogy most ezt a 12,94-et is ott mutattam a legfelső értéket, a 12,94-et, hogy maximálisan ki tudjuk használni, ehhez 59 konvoj hajót tudunk ebben az egy kikötőben állomásoztatni. Na, ez most ebből mi igazából ezt az egy kikötőt 31-el tudtuk feltölteni, tehát van még kapacitásunk ide küldeni, konvojhajót per építeni, itt állomásoztatni, és innen ellátni a többi kikötőt. Tehát ez olyan, mint a vasúthálózat, majd hamarosan arra is rátérünk. Tehát ez itt egyelőre ennyi a tengerek. Azért a tenger, mivel a Föld nevű bolygót nézzük, a tenger az éppen azért fontos ebben a játékban, mint a Föld nevű bolygón is, hogy ez gyakorlatilag mindent mindennel összeköt, gyakorlatilag, hogy egy nagy ember szavaival éljek, ez egy ingyen autópálya.
Jó, ez egy ingyen autópálya, így kell ránéznünk. Na, viszont itt van nekünk, és most áttértem egy másik térkép nézetre, itt van nekünk, ja, nagyon fontos, elfelejtettem mondani, hogy attól függetlenül, hogy én ezt most kijelöltem, ez nekünk vizualizálja a játék, háború esetén vagy zöldre, vagy pirosra, vagy sárgára várt. Értelemszerűen a zöld az, amikor mi vagyunk túlsúlyban ezen a területen, mi kontrolláljuk nagyjából, a piros szöges ellentéte, tehát elveszítettük a kontrollt ezen a területen, valamint van a sárga, amikor vitatott, nem egyértelmű, hogy melyik fél győz, tehát hol így, hol úgy alakulnak a dolgok, mindaddig, míg valaki vagy el nem éri a totális győzelmet, vagy meg nem hátrál az adott területről. Na most megyünk tovább az a légierőnek a térkép nézetére. Na nézzük, a légierő. Jó, oké. Azt akarom nektek megmutatni ezzel az egészen, hogy vannak olyan területek, vannak olyan régiók, ez a Transvolga, ahol egy darab légi bázis sincs. Na ezek a zónák kitettek annak, hogy az ellenség légi ereje ide benyomul, és mi nem tudunk hatékonyan védekezni ellene. Nézzétek meg, itt a Transvolga, kapunk, hogyha rámegyünk egy-egy régióra, akkor kapunk itt kijelzéseket. Itt ezt is kezdjük el értelmezni. Azt látjuk, hogy nekünk nincs ezen a területen éppen aktív őrjáratot vagy harci cselekményt végző fighterünk, tehát vadászgépünk, nincsen közeli támogató gépünk, nincsen bombázónk. Ezek harci eseményekkor nyilván módosulnak, ha én irányítok ide, vagy nem irányítok ide repülőgépet. Azért azt is látjuk, hogy nincsen szárazföldre telepített légvédelmünk. Ezek fix telepített légvédelmek. Mutattam nektek egy kicsivel korábban, hogy ezek hol vannak, hol lehet ilyen telepíteni. Itt láthatnánk azt, amiről előbb beszéltem a tengerészeti térkép nézetnél, hogy vagy piros, vagy sárga, vagy zöld, jó, és attól függően itt láthatnánk egy csúszkát is, hogy ez így megy jobbra-balra, és értelemszerűen a szint megmutatja, hogy ki áll éppen győzelemre, ki áll éppen vesztésre ezen a területen. Itt ugyanazt látjuk az ellenfélnél, itt azt láthatjuk, hogy hogy az ebben a térségben végrehajtott légi hadműveletek milyen százalékos, milyen harci százalékkal tud érvényesülni, jó, a hatékonyságot tudjuk ezt itt látni, és az azt jelenti, hogy egy adott pontra milyen műveleti pontosságunk lesz gyakorlatilag. Ha ez 100%, akkor az adott repülőgépnek és az adott doktrinánkkal növelt repülőgépünk hatékonysága, mert azért ez a játék, ez nagyon nagy matek játék, tehát van nekünk egy repülőgépünk adott hatásfokkal, amit mi dizájnolhatunk, de most legyen egy adott X hatásfokunk. Azt én még doktrinálisan felerősítem, és beküldöm erre a területre. Ezen a területen mondjuk, ez legyen ez most az ellenfél területe, nincs elég védelem, se semmi, akkor én ugye 100%-os műveleti pont hatékonysággal tudok dolgozni, tételezzük fel az időjárás is megfelelő, mert az időjárásnak is nagy hatása van ezen. Akkor ugye az én repülőgépemnek is minden egyéb bónuszom a 100%-on tud menni, de ugye a repülőgép nem feltétlen 100%-os, de a helyen 100%-osan ki tudja használni a meglévő dolgait. Na már most, ha ez az efficiency lejjebb megy, akkor az adott repülőgép adott százalékos hatékonysága annyival fog csökkenni. Remélem stimmt. Igen, és itt van nekünk egy ear detection, amiben azt láthatjuk, hogy milyen gyorsan veszik észre a repülőgépeinket, ez is dizájnelésnél nagyon fontos, hogy észreveszik a repülőgépeinket, nem veszik észre, mert akkor megtámadhatják, nem támadják meg, hányat kap, tehát az is nagyon sok faktort tud befolyásolni. Akkor itt van nekünk, hogy itt milyen tevékenységeket végzünk éppen, és hogy van-e most valamilyen missions, tehát itt megjelenne egy repülőgép, vagy három repülőgép forma, attól függően, hogy milyen tevékenységet végzünk most jelenleg a térségben, valamint ezt láthatjuk az ellenféltől is. És ja, és itt meg számszerűen látnánk, hogy hány repülőgép vesz részt ezekben a tevékenységekben. Talán tudok is nektek mutatni egy ilyet, ha lehet, igen. Kicsit megrúgatjuk az időt. Elméletileg felszállhattak. Igen, én ezt most hiába adtam be itt nektek. Ezt nem látjuk. És látjátok, ja, és még a napszak. Tehát az időjárás, a napszak nagyon fontos. Itt, ahogy én
fölreppentettem a számító, vagy a repülőgépeket, nekem 49%-osan tudom kihasználni ezt a területet. Éjszaka. Jó? Nagyon fontos. Éjszaka. Ezt most így nagyon nem tudtam nektek megmutatni, mert ehhez harci cselekmény kellene, de semmi baj. Na térjünk is rá akkor a következő részre. Ez nekünk ugye az, hogy hívja, operatív map mód, ami azt jelenti, hogyha rendelkeztek intelligence agency-vel, akkor ezek kémek, kémhálózatok, azt láthatnánk, hogy kémeket küldök be Rigába, kémeket küldök be Kaunasba, és akkor ők ott tevékenykednek, mit lehet csinálni, de ez egy másik alkalom lesz, ennek a vizuális megjelenítésére szolgál ez a map. Na, nem ez lesz, hanem ő lesz a következő, akit én nektek meg szeretnék mutatni, mert logikailag azért majd így fog felépülni egy kicsit nekünk a dolog. Ugye eddig beszéltünk az alappolitikai mapmódról, a katonairól, beszéltünk a légi és a tengerészeti mapmódról, ami nekünk most nagyon fontos. Ugye itt egy kicsit merőben más színeket látunk a térképen. Na most ez azért lesz fontos nekünk, meg lényeges, mert minden egyes kis régiónak, mondjuk itt van nekünk Voronyezs régió, annak ugye a kis területi egységei különböző értékekkel befolyásolják a kis területi egységen lévő harcokat, mind légi, mind szárazföldi részen, és mondom miért. Ugye alapvetően több terrént különböztetünk meg egymástól, több domborzatot, kész, pont. Van az erdő, amit itt most láttok, és hogyha én itt rávittem, ennek az effektje az adott kis területen lévő harcra, az azt jelenti, hogy a támadás 85%-os. Ami igazából ez most úgy kell értelmezni, hogy nem az innen jövő támadás, hanem bármely irányból ide érkező támadás, az 85%-os hatékonysággal megy. Tehát van egy X hatékonyságú támadásunk, mindennel felerősítve, ezen a területen ennek az X-nek csak a 85%-a fog tudni érvényesülni. Tehát a támadó fél az erdős terepen hátrányt szenved támadás során. Sőt, nagyon fontos, az enemy air support az mínusz 10%. Az azt jelenti, hogy a védekező fél könnyebben több támadást tud elhárítani, ami a légből érkezik, tehát a légierő által okozott sebzésből kevesebbet szenved el, sőt, több repülőgépet tud lelőni, ez nagyon fontos. Valamint, hogy ugye vannak olyanok, hogy utánpótlások, tehát az ezen a területen álló egység utánpótlása 20%-kal. Nem az, hogy rosszabb az utánpótlás, hanem ez a supply track attrition, az azt jelenti, hogy ugye van nekünk utánpótlási autóink, vannak, és ezeknek lesz egy amortizációja, egy elkopása gyakorlatilag, és ez egy plusz 20%-os, tehát több autót fogunk veszteni, hogyha erre a területre kell hordani nekünk az ellátmányt az adott területen álló egységnek. Valamint minden területnek van sebesség áthaladás korlátozó tényezője, és ez azt jelenti, hogy például az erdő az 1,5-szörösével fogja növelni az áthaladási sebességet, vagyis nem sebességet, bocsánat, hanem csak az időt, ami alatt ezt a területen át lehet haladni. Például ebbe a legjobb ez a plains, ez a síkság. Gyakorlatilag itt egyszeres a szorzó, tehát itt haladunk át a legkönnyebben ezen a területen. Valamint azért még azt látni kell, hogy itt van egy combat width. Ez ugye azt jelenti, és ez egy érdekes dolog itt a játékban, hogy a combat width itt most 90-es. A forestnél ez a combat width csak 84-es. Ez azt jelenti, ez az harci szélesség, ami azt jelenti, hogy ezen az egy területen hány támadó és hány védekező csapat vehet részt ennek a területnek a védelmén. És ezért lesz fontos, amikor kreáljuk a divíziókat, hogy a divíziók ne legyenek túl nagyok, mert egy-egy divízió bevetése, ha nem jól rakom össze a divíziót, és mondjuk én szétszedem több részegységre az egészet, vagy akár egy olyan univerzális divíziót szeretnék létrehozni, amelyik minden terepre jó, akkor ő nem feltétlen fog jó lenni plénen, ha én mondjuk őt alapvetően hegyi divíziónak képzem ki. Remélem érthető egy kicsit, amit mondok. És ez azért lényeges, mert mondjuk a hegyen nekem olyan egységeket kell felrakni, akik
számilag kevesek, tehát kombatvidre kevesek lesznek, viszont a hatékonysága nagyobb. Még plane-re lehet, hogy én nagyobb vides egységeket tudok használni, és így nagyobb támadási tömeget tudok elérni ezzel kapcsolatban. Remélem nem magyarázom nagyon túl a dolgukat. És láthatjátok, hogy itt mindennek megvan az ellenkezője is. A plane az egy olyan dolog, ahol így kiállunk és megütjük egymást, tehát se a támadónak, se a védekezőnek nincsen bónusza. És ezek már remélem körvonalazódik bennetek, mint stratégák, hogy hol lehet védekezni jól Oroszországon belül, vagy másik oldalt, hol lehet támadni jól Oroszországon belül. Ez már erre nagyon jó képet mutat, vagy én mondjuk fel szeretném állítani a támadási tervemet Románia ellen. Nézzétek meg, mondjuk nekem Oroszországról Romániát megtámadni már nagyon nehéz, és ez már az első akadály egy folyó. Na ugye a játék meghatározza, hogy van kis folyó, van nagy folyó, kis folyam, nagy folyam. És ezek mindegyik különbözően azt hiszem 10 és 60%, de rögtön csekkolom nektek, mert ez nem ennyire egyszerű. Igen, a kis folyó 30%-kal befolyásolja a támadást. Ha én például ezzel az egységgel szeretnék támadást intézni erre a területre, akkor nekem itt nem elég azt figyelembe venni, hogy ez a terület igazából, mi adjátok, átmegyünk terrénre, ez a terület, ez egy hills. Nekem van egy adott hatékonyságú gyalogos szovjet divízium. Ezzel én támadni szeretnék egy dombvidékre, ahol az én támadási erőmnek a 75%-a érvényesül, az ellenfél 100%-ával szembe. Tehát remélem ez érthető. Tehát az én támadási erőm alapvetően, ha 75%-on érvényesül, és hogyha ez mivel kis folyamnak számít, és ezért én ide szeretnék támadni, ez még mínusz 30%-kal csökken. Csak azt nem tudom, hogy a 100% csökken mínusz 30%-kal, vagy a 75% csökken mínusz 30%-kal. Ez sajnos nem részletezi nekünk itt a leírás. Viszont azt még tudni kell, hogy ha én vékony folyón szeretnék, tehát kis folyón szeretnék átkelni, az mínusz 25%-kal csökkenti a mozgási időt. Vagy növeli a mozgási időt. Igen, a nagy folyóval ezzel szemben mínusz 60% támadás és 50% a mozgásra. Tehát remélem így érthető, valamint azt látni kell, hogy ha én lerakok ezekre a területekre fortot, tehát erődöt, akkor az azt jelenti, és itt is puskázok most egy kicsit, hogy az erőd, nem is kell puskáznom, meg is van jelenítve a játékba, penalti mínusz 15%, tehát az ellenfél támadása mínusz 15%-kal megy le minden szint után. Tehát ez baromi jó, tehát hogyha nekem egy egyes szintű erődem van, az mínusz 15%, ha kettes szintű erődem van, az mínusz 30%, tehát kumulálódik az egész. Csak azt nem tudom, hogy igen, és itt nálam mindig a matek egy kicsit megakad, mert hogyha az egység 100%-ából veszem el a 15%-ot, és még 15%-ot a 100%-ból, tehát 30%-ot veszek el, vagy a 15%-kal csökkentettből veszek el a 15%-ot. Ez nem mindegy itt a mateknál, de szerintem az utóbbi lesz, hiszen akkor már majd, hogy nem plusz kap a védekező, a támadó az övezóval, nem is értem, főleg, hogyha 10-es szintű fortjaink vannak. Ugyanez érvényesül a coastal és a land fortoknál, tehát a szárazföldi és vízi erődítményeknél is. Jó, remélem eddig érthető, tehát amikor meg akarom tervezni az egészet, akkor azt kell látni, hogy például ezt a területet nem támadom mindaddig, amíg át nem kelek ezeken a területeken és oldalról, tehát alapvetően ezt a területet már három irányból kell tudnom ütni, hogy itt effektíve, mint támadó fél, jól tudjak teljesíteni. Ezzel szemben itt van például egy mountain, egy hegy, ugye, mivel az alap stratégiai gondolkodás szerint a hegyek a legjobban védhetők és a legnehezebben támadó pontok, valamint ilyenek a folyók, stb. Vannak ilyenek még. Ugye itt vár a támadónak csak az 50%-a érvényesül, viszont a combat width is leesett 90-ről 75-re, azért ezt ne felejtsük el, és itt már vannak, itt már nagyon durván kell számolni, és vannak ilyen szélsőséges helyek, mint például hegyek, mocsarak, sivatagok, ahol már az alap divíziód is kopik. Kopik emberállományba, kopik ellátmányba, ezeknek a pótlásáról mindig gondoskodni kell, de nem csak az, hogy kopik ellátmányba, kopik mindenbe, hanem egy 100%-os kopást kapsz ráadásul az ellátásodra,
az ellátási felszerelésedre. Tehát itt például Erdélyben egyszerűen kész öngyilkosság itt harci tevékenységet folytatni, amelyik aki támad, az ne támadjon, aki birtokolja, az birtokolja keményen ezeket a területeket. Ennyire egyszerű a dolog szerintem. Ezeken azért vannak módosító tényezők, mert hogyha például a légierővel tudunk mókolni a támadáson, a támadás hatékonyságán, például ha ezen a területen szeretnék támadni, és teljesen maximálisan megszereztem itt a légi fölényt, akkor és 100%-osan hasznosul minden, és kibombáztam, kiirtottam minden légierőt az ellenféltől, akkor az én légierőm által növelt támadási bónuszom az annyira lecsökkentheti az ellenfél védekezését, és ezt majd az, a unitok és a divíziók felépítésénél külön hangsúlyosabban fogjuk részletezni, hogy az ő védelmi értékei nem érvényesülnek. Ezek érdekes dolgok így a játékba, tehát egy nehéz terepen is, és ez például a sivatagi hadműveletekben egy jó taktika, oda igazából nem jó divízió kell, hanem jó légierő kell a sivatagokba, nagyjából ezek oldják meg. Persze vannak kitételek, mert mondjuk az e-sportoló tankhadosztályok azért azok elég durvák tudnak lenni, ott ember legyen a talpának, jó, a jó légierőt tesz, de azok is megvan, hogy mi ellen hogy védekezik. Nagyon sem rátekintek itt az órára, hú, és már nagyon is elbeszélgettem az időt, és még nem is beszéltünk a legfontosabbakról. Na viszont itt nekünk még van egy resistance, amit ha megnézitek, 2%-os, és ezért kellett nekem ez az egész, mert ha látjátok, nincsen. Nincsen elégedetlenség, nincsen ellenállás. Ezért is kellett azt csinálnom, hogy elfoglaltuk Afganisztánt. És ugye itt láthatjátok, hogy itt 2%-os ellenállás van, és ez pedig minden évben növekszik. Erre azért néha figyelni kell, hogy ezek az ellenállások ne növekedjenek meg, mert akkor kitör polgárháború. Ez egy tök egyszerű folyamat, ezt minél alacsonyabban kell tartani, valamint hát integrálni kéne az országunkba, ennek különböző folyamatai vannak, de erről majd egy kicsivel később. Valamint van ez a compliance map mód, ahol hát gyakorlatilag ez ugyanez, de várjátok egy kicsit, mert lehet, hogy fordítok nektek. Igen, ezek az elégedetlen tartományok is, ezek nem csak elfoglalt tartományok lehetnek, ahol ellenállás van, csak így, ugye itt is volt, nem volt most a Szovjetunió területén elégedetlen tartomány, csodálkoztam is egy kicsit. Jó, ezt is alacsonyan kell tartani, itt mi governmenteket kell kinevezni, meg minden, ez azért egy kicsit olyan politikai, kicsit menedzsment. Na most egy másik témában, ugye gyorsan menjünk bele, ugye említettük a nyersanyagokat. A nyersanyagok említésénél például erre az egy régióra azt láthatjuk, hogy itt 23 olaj és 33 tungsten van. Ugye erről megbeszéltük, hogy ugye az infrastruktúra és a supply az tudja növelni ezeknek az értékét, valamint vannak eventek, valamint vannak fókuszok, amik ezeket tudják növelni, de azokban majd később. Na, és itt láthatjuk, hogy a mi országunkon belül hogyan oszlik meg az adott nyersanyag kitermelésének a helye, a lokalizációja. Ezért nagyon fontos, hogy hova teszek supply hubot, mert például ide kell tenni egy supply hubot, hogy itt legyen növelve az értéke a kitermelésemnek a nyersanyagomnak, hiszen a nyersanyag, mint az előző videóban megbeszéltük, mennyire fontos. Viszont erről már másik információt is kapunk, hogy én hol támadom az ellenfelet. Na, nézzük. Ha Romániát szeretném megtámadni, akkor ezt a területet elfoglalom, vagy megtámadom, mert ha már megtámadom, akkor csökken a kitermelés hatékonysága, és akkor a 84-ből nem 84-et fog termelni, hanem feltételezzük csak 50-et. Mert mondjuk a keleti régióba termeli a sokat, én ezt itt elfoglaltam a Duna vonaláig, akkor itt már gyakorlatilag 50 van. Remélem érthető, tehát ezzel csökken az ő kitermelése, és már lehet, hogy nem fogja tudni ellátni a fölrepülő repülőgépeit megfelelő olajmennyiséggel, és akkor én nekem, az én repülőgépeimmel, mivel ő nem befolyásolja mondjuk az én azerbajdzsáni olajmezőimet, én ellátom a repülőgépeimet, az én légierőm fog érvényesülni, és tudok támadni. Tehát azért vannak itt összefüggések, jó? És mindig, hogy mire van szükségem, tehát a békekötésnél is számít, hogy azokat a területeket kell elcsatolnom, ahol vannak nyersanyagok. Ezek fontosak, vagy oda bábállamot csinálni, mert a bábállam érvényesíti a saját fókuszait, és hogyha mondjuk neki core területe az a rész, akkor ő ott a manpower-t és a nyersanyagot gyakorlatilag 100%-os hatékonysága tudja a vazallus országához
folyósítani, juttatni, mert például majd lesznek olyanok, hogy például elfoglalsz egy régiót, és nem tudod hasznosítani a manpower-t. Miért? Vagy elfoglalnám Romániának ezt a részét, és én már csak 30 olajat tudok onnan kibányászni, pedig a románok 84-et tudtak kibányászni. Ellenben, hogyha Puppet State lenne, akkor ő 84-et továbbra is folyósítja nekem. Nagyon egyszerű. Pofon egyszerű így a kérdés. Jó, tehát ezek így nagyon fontosak, ja, és még egy, az régióhoz van kötve, ja, de erről beszéltünk. Igen, van egy infrastruktúra map mód, ami ha először is megnézzük, ugye miről beszéltünk, az infrastruktúra abban nagyon fontos, hogy milyen gyorsan tudok építkezni, valamint abban nagyon fontos, hogy mennyi nyersanyagot termelek ki az adott helyről, mert hogyha ez itt hármaszintű infrastruktúránk van, felraknám ötös szintre, akkor hirtelen nem 23 és 33 nyersanyagot termelnék ki, hanem mondjuk 27-et meg 35-öt. Baromi jó, és az már lehet, hogy az már felszabadít nekem egy civil gyárat, amivel tudok építkezni, tehát gyorsabban tudok végezni. Azért itt vannak, már összefüggések vannak a játékunkban. Jó, valamint nem tudom, majd annak jobban utána nézek, hogy az infrastruktúra befolyásolja az ellátást, de az egy másik rész, valamint itt van ez a faction map mód, ahol végül is azt látjuk, hogy hol vannak a frakciók, és a frakciók hogyan tömbösülnek, mely országok tartoznak, mely területi egységek tartoznak az adott szövetségbe per frakcióba, mert nézd meg, a szövetségesek, ugye ez most lekorlátozódik itt a játék elején az angolokra és a dominionokra. Ezért láthatjuk azt, hogy például a British Raj, a Brit Afrika, Brit Malajzia, Új-Zéland, Ausztrália, Kanada, Anglia és a dél-amerikai, közép-amerikai gyarmatok, ez ugye Allies, egy szövetség, még ugye itt van az Axis, az ugye a központi hatalmak, az ugye a német, van, vagy valamint van a Komintern, aki ugye három egységből áll, van ez a Tuntuv, a Mongólia és hát ugye a nagy Szovjetuniónk, jó? Ezt nem is ne kell nagyon magyarázni, jönnek színekkel, gyönyörű szépen el lehet választani. Ja, és nagyon fontos, mindig annak a színét viseli a frakció, aki a frakció vezető, tehát a frakció vezetőségére is mindig folynak a harcok. És hát, akkor ha megengeditek, akkor a supply map módot azt a következő részre adnám, mert hát így is úgy gondolom, hogy elég hosszú lesz ez a rész egy ütőben végignézni, de semmi baj, én ezt már is veszem föl, de és hamarosan felrakom, jó? Ha bárkinek bármilyen kérdése van, hogy részletezzük jobban az adott térképeket, az adott dolgokat, nyugodtan tegyétek fel ezt a kérdést, megpróbálom megválaszolni. Ha kíváncsiak vagytok a matekra, hajlandó vagyok azt is kigyűjteni, kinézni, bár ez egy kicsit nehéz, és kicsit, hát nem kicsit összetett, inkább mondjuk azt, nehéz, jó? De nyugodtan tegyétek fel a kérdéseket, a kommenten, DC-n nyugodtan várom, és mondjátok, hogy miről szeretnétek majd legközelebb. Az biztos, hogy most már készül, csinálom az anyagot a szárazföldi, a légi és tengeri hadviselésről. Ebbe tuti, hogy belemegyünk, valamint külön akarok csinálni anyagot a kutatásról és a fókuszfákról, jó? Ezen kívül még nagyon sok mindenről tudnánk itt beszélni, mert vannak meglepetések, és majd mindjárt a supply, az külön egy előadás, az külön szerintem 40 perc lesz, még ezt a supply térképet átnézzük, de most legyen ennyi elég, köszönöm a figyelmeteket, és akkor innen fogjuk folytatni. Addig is mindenkinek jó játékot, amíg nem találunk, és szervusztok!